Sziasztok, én Szeni vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Ebben a videóban egy szerintem nagyon-nagyon érdekes adventi kalendáriumot bontunk ki. Ez a 12 napos Síglem adventi kalendárium. A Síglem pedig ugye a Shein-nek a make-up, szóval a smink márkája. Ez a naptár 70 euróba kerül, amit én egy kicsit sokallok, azt tekintve, hogy ez csak egy 12 napos naptár, amit csak akkor vettem észre, amikor megérkezett, és kicsomagoltam. Na de azt meg kell jegyezni, hogy wow, nagyon-nagyon jól néz ki, hát rohadt jó, tényleg, akár még dekónak is nagyon-nagyon szuper. Ezt itt ki lehet hajtani, de amíg eltartott, még rájöttem, hogy mégis hogy kell kinyitni ezt a naptárat. És itt vannak az ajtók. Illetve az alján van egy fiók is. Ja, ezt itt ki lehet húzni. Akkor itt van benne még két termék. Szerintem amúgy ez az első év, hogy a Shein-nek van saját adventi kalendáriuma. Oké, annak ellenére, hogy ez csak egy 12 napos adventi naptár, hát egyáltalán nem csak 12 termék van benne, ugyanis az első ajtó mögött konkrétan 4 termékünk van. Az egyik, az egy Lip Dazzler, akármit is jelentsen. Oké, ez egy side ceruza. Eléggé sötét a színe, szóval ez nekem annyira nem jön be. Az árnyalata pedig a Center Stage. Van benne egy ilyen pici kétoldalú kis ecset, az egyik oldala egy ilyen sima szivacs, a másik pedig egy ilyen vékonyabb, rendes smink ecset. A harmadik termék Lip Dazzler Lip Gloss, szóval ez egy szájfény. Gondolom átlátszó, mert nincsen ráírva színkód. És a negyedik termék, szintén Lip Dazzler, gondolom ez ugyanaz a kollekció. Ez is a Center Stage árnyalat. Ez viszont csillám. Konkrétan csillám. Szóval gondolom fel lehet vinni a szájceruzával körbe rajzolt, vagy akár kiszínezett szájra ezt a szájfényt, és abba belerakni a csillámot. Érdekes. Másodikán egy nagyon-nagyon jó kinézetű termék van szerintem, ez a Good Grip hidratáló primer áfonyával és AHA-val, 45 ml-es, barom jól néz ki, mint valami titkos laboratóriumból egy, nem is tudom, hogy valamilyen cucc. Ezt most jól megmondtam. Nagyon-nagyon jól néz ki. Harmadikán egy nagyon szép csillogó termék van, Enigma Sparkly Eyeshadow. Szóval ez egy szemhéjpúder a Treasure, szóval kincs árnyalatban. Nagyon hasonlít első napról az ajak termékekhez, legalábbis a színe. Nagyon szép csillogó. Negyedik nap megint egy csillámos szemhéjpúder van. Az árnyalat neve Such a Prize. Ez egy ilyen hűvösebb, fehér, hideg, fényű csillámokkal. Ez is de jól néz ki. Ötödikén valamilyen puder állagú termék van. De nehéz elolvasni. Pink Sprinkles Cheek to Cheek Blush Duo. Oké, szóval ez egy arcpirosító duo. Hát, eléggé pink. Hoppla. Ez nekem egyértelműen túl pink, túl élénk. A hatodik ajtó mögött egy folyékony pirosító van, és megpróbálom nagyon óvatosan visszatenni. Ennek is nekem túl élénk a színe, egy fokkal jobb, mint az előző. És ennek is nagyon-nagyon szép a csomagolása. Hetedikén egy nagyon jó pofa termék van, lóg rajta egy ilyen kis rózsaszín plüss kulcstartó. Nagyon-nagyon puha. Ez amúgy Crystal Glaze ápoló, ajakápoló. A Strawberry Milk árnyalatban vagy ízben, ezt most nem tudom. Nem akarom kinyomni. Amúgy nagyon tetszik ez a száj része.
Nyolcadikán egy nagyon-nagyon szép szemhéj púder paletta van. A Love and Taupe névre hallgat. Amúgy mágnesesen csukódik, nagyon menő. És ezeket a színeket nézzétek, hát wow! Csodaszép! 9-én is tök jól néz ki ez a termék, ez 50 ml-es. Hot Streak Thermal Defense Glow Oil Elixir. Csak rájöttem a végére, hogy mi ez. Ez egy hajvédő, illetve hajápoló. Pumpás. 10-én egy púder duó van. Itt az alján látszik is, hogy ez egy ilyen loose powdernek mondják, szóval ez egy ilyen kis por állagú púder. És a tetején, hogyha ezt így felnyitjuk, hoppa, akkor pedig egy kompakt púder van. A termék neve amúgy az Insta Ready. És nagyon büdi. Arc és szem alatti fixáló púder. 11-én valami nagyon-nagyon csillámos termék van. Sour Gummy Jelly Wow Glitter Lip. Oké, szóval ez egy szájfény, vagy hát egy ilyen szájzselé, és brutál csillámos. Nagyon jól néz ki. És végül az utolsó számozott ajtónk, és direkt mondom így, ez egy Lunar Glow Highlighter. Baromi jól néz ki, nekem nagyon tetszik ez az űr dizájn, és amúgy mágneses ennek is a kupakja. A szín is nagyon szép, és szerintem én már láttam YouTube-on ilyen rövid videókat ezzel a termék családdal, és elvileg ez tényleg nagyon-nagyon szépen csillog, már-már világít az arcon. Na meg volt a 12 nap, és itt ebben a fiókban az alján van még kettő termék, és azt hittem, hogy ezek is valamelyik napon lesznek, de nem, ez csak plusz ajándék. Az egyik, az egy ilyen kis bőröndfüggő, ahol rá tudod írni a nevedet, címedet, hogy kihez tartozik ez a csomag. A másik oldalon pedig The Book of Memories, egy ilyen kis füzetke. És ennyi volt a szerintem legelső Siglem adventi kalendárium, hát baromi jól néz ki, ez efelől semmi kétség, viszont 70 eurót nekem ez a naptár egyáltalán nem ér meg. Sőt, még hogyha egy nagyon-nagyon jó kuponkódja is van az embernek, nekem ez még ilyen 50 eurót sem érne meg, mert oké, dekónak, vagy egy tároló doboznak tényleg baromi jól néz ki, hogyha valaki csak emiatt megveszi, abszolút megértem. De a benne lévő termékek engem annyira nem győztek meg. Van közte egy-kettő, ami totál jól néz ki, és nagyon szívesen letesztelném, de emellett viszont van több, ami elég büdi, vagy nem tűnik olyan jónak a minősége. Például első nap azok az ajaktermékek, azok is kicsit ilyen, hát, rossz minőségnek tűntek. De tény, hogy van benne egy-két dolog, ami baromi jól néz ki, nagyon tetszik a termékdizájn, de, mint mondtam, nekem ez a naptár még 50 eurót sem ér meg. Ha mindenképp Siglem márkájú sminktermékeket akarok venni vagy használni, akkor ezért a pénzért a Shein oldalán szerintem sokkal többet össze tudok válogatni, és akkor az tényleg olyan, amire nekem szükségem van. Mint mindig, írjátok le ti is a véleményeteket kommentbe. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!